Sziasztok! Ebben a videóban még egyszer a filmekről szeretnék beszélni, és egy filmet már erről a témáról csináltam, és ha nem látjátok, nézzétek meg. És köszönöm szépen mindenkinek, aki a kedvenc lengyel filmeiről írt a kommentekben, de ma a magyar filmekről fogok beszélni. Akkor egy kontroll. Azt gondolom, hogy ez nem a meglepő, hogy ezt a filmet választottam, mert ez nagyon népszerű magyar film. Napot kívánok, jegyeket, bérleteket kéne felmutatni ellenőrzésre. Csókolok. Ez az első magyar film, amit láttam. Az az igazság, hogy egy kicsit creepy, és későn, amikor Budapesten voltam, és metróval utaztam, egy kicsit féltem a jelenőröktől. És amikor erről beszélünk, ez nagyon furcsa nekem, mert hogy Budapesten van az emberek, aki ellenőriznek a jegyeket, mert Varsóban csak gépek vannak. Liza a Rokatöndír. Nem tudom, vajon ez a film népszerű Magyarországon, vagy sem, de én csak imádom. Egyesek szerint. Csak egyszer láttam, de most, amikor rá gondolok, az úgy érzem, hogy még egyszer meg kellett néznem. Ez a film nagyon vicces, különleges, és imádom a hangulatot. Ráadásul a Fudal zseniális, és ez nagyon fontos, hogy ebben a filmben a kedvenc színésznőm Molnár Piroska is van. Testről és lélekről. Ez a film természetesen nagyon népszerű Magyarországon, és biztosan mindenki látja már meg, mert az Oscarban volt. Nagyon éhes voltam. Velem volt a társam. Ittam a patakból. Maga állat volt az elmemben, ha jól értem. A főszereplő pszichológiai portrétja nagyon érdekes, és a kontrasztus, amiben az emberek, amik a hetesben dolgoznak, és a gyengi nő és izgalmas. És a motivum, ami az erdőben történik, és nagyon szép nekem. Made in Hungária. Ez az első musical a listámban. Rendőrfegyház büntetés. Újra itt a nyár, itt a napsugár. Profi banda lennénk, hogy kint csinálják. Ő a csókirály. Egyszerűen imádom ez a hangulatot és a zenét, amit ebben a filmben van. És ez egy film, amit a pihenesként megnézhettünk. És nekem ez a film, mint a magyar Grease. Van valami furcsa és megmagyarozhatatlan. Imádom a zenét, amit ebben a filmben van. Például ez a dal, ez van minden. Fog utazni Portugáliába, Lisszabonba egyedül. És mit akarsz kint csinálni? Semmit. Jegyeket. A története Budapesten játszódik, és ez nagy előnye nekem, mert ez a szép várost lehet néznem. A főszereplő egy elveszett, de érdekes ember is. Nagyon nehéz volt csak 5 magyar filmet kiválasztanom, mert én rengeteg magyar filmet láttam, és többi filmekről is szeretnék beszélni.
és itt van a listám filmekkel, amit már láttam. Akkor például Moszkvatír, Mephisto, Taxidermia, Fehér Isten, Kincsem, Csak szex és más semmit, Coming Out, Jupiter holdja, Nagy főzet, A temetlen halott, 1956, Szabadság szerelem, Saul fia, Pál utcai fiúk, Csak a szél, Delta, Sorstalanság, Állampolgár, A veripis madár és a többi. Akkor köszönöm szépen, hogy ma velem voltatok. Remélem, hogy ez a film érdekes volt nektek. És legyetek szívesek, írjátok meg a kommentekben, mi a kedvencetek magyar filmeket. És ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, és köszi szépen még egyszer, sziasztok!